Hello, szavaztok! Na, folytatjuk a turok, a túrok? Utóbbi viccesebben hangzik. Folytatjuk a turok című játékot, és mindenek előtt nagyon örülök annak, hogy ez a játék úgy tűnik, hogy sokatoknak tetszik. Egyrészt nagyon-nagyon rövid idő alatt iszonyatosan magasra kúszott a megtekintési szám, illetve a lájkok száma is azt mutatja, hogy nektek ez nagyon tetszik, és lényeg, hogy nagyon-nagyon nagy az érdeklődés ez a videó iránt, legalábbis én úgy látom a számokból. Nem számítottam ekkora ilyen szívélyes fogadtatásra, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, tehát abszolút számomra ez nagyon kellemes meglepetés, hogy ilyen sokan nézitek, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, és ezek után szerintem az a legkevesebb, hogy akkor folytatom, meg írtátok is, hogy legyen folytatás. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek. És hát, ja, akkor nézzük tovább. Még gyors egy információ. Az egyikötök írta is, hogy ti is észrevettétek, hogy bizony ez is egy olyan FPS, hogy elindítod az új játékot, és nincs semmilyen intro, semmi story, zero nuku, csak immediate access, betesz a pályára, menj el, lövöldözzél. Igen, ugye a 90-es években a legtöbb FPS az ilyen volt, ha emlékszünk, ugye a Doom 1-2 ugyanígy működött, elindítod az új játékot, nincs semmilyen intro, berak a pályára, menj el, ugye? Tehát a 90-es évek FPS-ek azok így működtek. A legtöbb, úgyhogy ez is ilyen, de egy picit utána olvastam, nem nagyon, csak így nagyon felületesen pár sorban, hogy annyit most már tudok, hogy Turok a főszereplő csávó, egy mondhatni ilyen amerikai őslakosról, tehát indiánról lett mintázva, ugye ott van bal felső sarokban az ikonja, hogy 5 életünk van még, és ő egy időutazó harcos, aki megpróbál akadályozni egy világméretű katasztrófát, mert van egy valami gonosz lény, nem emlékszem sajnos a nevére, és ez a gonosz lény meg akarja szerezni a úgynevezett krónoceptert, az ilyen olyan különleges tárgy, olyan nagy hatalma van, hogy 8 különböző része törték, és aki összeszedi minden 8 darabot, az ugye tudja ezt használni, és lényeg, hogy ennek a segítségével az a gonosz, az a fő gonosz valaki, hát mi meglepő módon ugye az egész univerzumot szeretné annak a segítségével uralni. Tehát ilyen a sztori nem egy nagy veszis, de az egy végtelenül elcsépe klisés valami, hogy ugye világuralom, na, és ezt próbálja a Turok csávó megakadályozni, hogy gonosz kezekbe kerüljön ez a nagyon-nagyon hatalmas valami, úgyhogy a 8 pályán ezt a ennek az erős tárgynak a darabjait kell összeszedni. Ennyit tudok hirtelen hozzátenni a sztorihoz. Mondom, nem én nagy veszis, de az a 90-es évek FPS-ei sosem a sztoriról voltak híresek. Na, ugye ott tartottunk, hogy az első két pályán megszereztük az összes kulcsot, ugye ezzel feloldottam a harmadik pályára az utat, ugye ott van előttünk a portál. Természetesen azzal fogjuk kezdeni. Tervem szerint, nem biztos, hogy összejön, de az a tervem, hogy egy videóban egy pályát fogunk megnézni, természetesen az adott pályákon megpróbálom összeszedni az összes kulcsot. Meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. És itt is van level 3 diáltestát, az öreg város tehát. Hát nézzük meg! Ugye itt még nincs meg egy sem, de itt is 4-et tudunk összeszedni. Nem. Mi? Nem. Tehát igen. 3 kulcs, és a cepternek egy darabja. Oké, okay. Jó.
összesen 4 fontos tárgyat kell összeszednünk. Na nézzük az öreg várost, nézzük a harmadik pályát, hogy itt mire jutunk. És egyébként az a durva, hogy említettem, hogy az előző videó mennyire nagyon-nagyon népszerű lett. Azt úgy képzeljétek el, hogy mindössze 24 óra leforgás alatt, egyetlen nap alatt. Jaj. Most muszáj zavarnod? Éppen mesélek a nézőknek. Tehát egyetlen nap leforgása alatt 400 megtekintés jött a videóhoz, és 10 like. Ez ilyen nagyon-nagyon picike csatornánál, mint az enyém. Ez iszonyatosan magas szám. Nagyon-nagyon magas szám, mármint 24 óra alatt ahhoz képest ez iszonyat. Nagyon durva. Úgyhogy... És ez a felvétel session, ezt a felvételt pont egy nappal az előző videó után készítem. Á, igen. A jó reg respawn rendszer, ezt majd megpróbálom magam valahogy hozzászoktatni, vagy túltenni magam. Ez a játék szerintem legsúlyosabb hibája egyébként, a respawn rendszer. De majd, valahogy. Aha, a shoti maxon van. Azért nem írja ugye most az életerőt, mert van még páncélunk. Majd, hogyha elfogy a páncél, akkor látni fogjuk, hogy mennyi életerőnk van. Ásön! Igen, utána olvastam egyébként a különleges munícióknak is, és jó volt a megérzésem ezzel kapcsolatban. Nem én vagyok túlságosan fogyatékos, hanem a játék úgy van megcsinálva, hogyha felveszel egy különleges muníciót, akkor gyakorlatilag csak azt tudod használni. Azaz, tényleg nem lehet váltani a muníció fajták között. Nem lehet. Úgyhogy... Felveszel egy... Hát hányan vagyunk itt, csókolom? Jó, sokan. Aha, eléggé leszették a páncélomat. Mert ugye itt... sokan... vannak, és emiatt a respawn is nagyon... Hát mondjuk annak elfelejtettem utána olvasni ennek a respawn rendszernek, hogy... van-e mód valahogy ezt kikapcsolni, vagy módosítani rajta. Feltételezem, nem. Az igen! A G-fegyver az egyelőre... pisztóla, jó, oké. Igen, és megijönnek, aj. Igen, ez a respawn rendszer akkor igazán gond, amikor ilyen sokan vannak, mint például itt. Ilyenkor fog ez gondot okozni. Egy bónusz, annak tűnik így elsőre. Oké. Okay. Oda innen... Á, körbe kell ugrálni, ugye? Szerintem az a víz az bánt. Vagy? Vagy csak tükröződik a... Nem, ez nem bán, mert csak tükröződik. Á, itt tudunk... Jó, pillanat. Mielőtt átmegyünk... Á, miszt?
Nem volt olyan a szükségem rá, de ha már ott van... Jó, most ha tudjuk, hogy hogyan tudunk átmenni, átúszni... ezt is... az normális, ha nem tudok kimenni? Köszönöm. Kicsit túl magasra rakták itt a szegélyt, szerintem. Hogy is volt itt? Merre tudunk itt? Talán erre. Aha! Aha! Igen, ott ugye kék életerő van, de... az most nem kell egyelőre. Ajajajajajajajajaj! Ó, aha. Üha! Azért jövök ide-vissza. Ez egy másik helyre? Igen! Ez egy másik helyre visz. Hú, ez nagyon ki van számolva. Ah. Baszta! Ez nagyon ki van centízve! Főleg, amikor magasabbra kell ugrani. Jawohl! Élet! Jó! Ez maxon van a soti! Nagyszerű! Bónuszokat megcsináltuk! Ó, de jó! Ezt hogy találtál? Jaj, nem várja! Most menjünk! Á, megvan az explozív lőszar. Remélem, hogy egy kulcsot sem hagytam még el. Nagyon-nagyon remélem. Hoppá! A föntről tudunk oda felmenni a falra. Innen nem, ugye? Aha, ez esélytelen lesz. Vagy onnan föntről, szerintem. Oh, hello! Nem
tudom ki volt ez a kemény csávó, de kemény volt. Százhetvenöt HP. Csáu. Elfogyott a páncél sajnos. Kontrollpunkt, nagyon jó. Ellenőrzőpont. Na, hát ezt elcsasztam. Ők kettő lövés. Na igen, ezt szerettem volna így, igen. Hát ez gond. Kaptunk technilakat. Mondja, igen, hogyha kapunk egy extra életet, akkor mondja is, hogy én durok vagyok. Jó, ez jónak tűnik. Ú, mennyien vagytok? Ach, du heilige Maria. Ő meghalt. El fogom veszíteni a fonalat, itt el fog... Jaj, ne! Őt utálom a legjobban. Ő nagyon OP ellenfél. Ám a támadása. Ez a baj, igen, hogy mindenki visszaspawnol. Lesznek itt problémáik még. Lesz is sok probléma még. Nagyon gyorsan szedik a HP-mat, mert... Igen, az a... Csávó, az... Igen, ő ott a probléma. Hát a legnagyobb probléma. Pont nem. Hű, te jó atya, úristen! Van valamilyen fegyverben itt. Csak nem tudom, hogy lehet megszerezni. Hú, te! Nagyon sokan vannak. Nagyon-nagyon sokan vannak. De jó! Megpróbálom elmenteni.
meglátjuk, hogy mire jutunk. Menjek bele! Csak nem tudom, hogy hol lyukadok... Aha, igen. Ez a baj, hogy ezt a pályát még nem ismerem, és most nem tudom, hogy hol... Nem tudom, hogy hol vagyunk. Hátha! Nem? Mekkora köcsög! Láttad ezt? Szó szerint belém spónolta ezt a másik dagadtat. Az meg lelökött. Mekkora szemétség volt ez? Ez egy nagyon nagy... Ez nagyon szemét volt. Ez egy nagyon alattomos enemy placement volt most. Így. Azt hiszem ezek nem spawnolnak vissza, ha jól emlékszem. Megvan az egyik kulcs, ez még csak az egyik kulcs volt. Durva, mi? Ez csak az egyik kulcs. Na most... Ha abból indulok ki, hogy itt volt az egyik, akkor lehet, hogy a másik... van még egy ilyen dagadt köcsög. Aha. Au. Au! Ah! Szóval így le... Aha! Aha! Mi a szar? Autósoti. Mondjuk az is elég jó. Nagyon alattomos ez a játék. Ez a respawn rendszerrel, ez egyre nagyobb gondot fog okozni. Egyre több és több gondot fog nekem ez okozni. És csak a harmadik pálya. Az igen. Nézzük, és mindjárt meghalok. Mindjárt meghalok, hogy csak a respawn rendszer miatt. Hogy kéne? Hogy kéne oda feljutni? Ezt sem értem. Nem... Az a baj, nem lehet normálisan, nyugodtan körbenézni, mert folyamatosan rohanni kell, mint egy elmebeteg őrült. A izé miatt. A respawnoló ellenfelek miatt. Ráadásul hiába vagy mozgásban, több ellenfélnek hitscan támadása van, tehát nem projektil alapúak, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mennyire mozogsz, el fog találni. Mindjárt ki is fogyok, mert ugye a lőszer nem termelődik újra.
Ez egy titkos hely. Hoppá. Hátizsák. Köszönöm! Ugyanúgy, mint a Doomban, megduplázz a lőszerkapacitást. Jaj, de jó. Ez már nagyon, ez nagyon-nagyon kellett. Úgy kellett, mint egy falat kenyér. Ez már nagyon kellett. Nézd meg. De szarás. Ja, szóval nem tudom, hogy... És folyamatosan sebeznek, érted? A semmiből respawnolnak és sebeznek megállás nélkül. A hitscan támadásukkal. Az egyik legalattomosabb 90-es évek FPS, amivel találkoztam eddig. Szóval szerint eddig gyakorlat ez a legalattomosabb az összes közül. Mindjárt meghalok egyébként. Ott is megint... remek. Ide hogy kell fölmenni? Azt nem tudom. Nézd meg, ide is jön még egy... Ijetetlen. Mert nem tudok normálisan körbenézni. Ez a problémám. Nincs idő körbenézni, rohanni kell. Nézd meg! Hát ez... beszarás. És hogy azt a... csalós ellenfelet is visszaspawnolja, érted? Nem lehet átugrani ezeken. Az lett volna a tippem, de nem lehet. De miért ilyen szemét helyekre rakja azokat is? Mire fölmászok? Most nem tudom, hol kell fölmenni. Ezt, igen, köszönöm játék, igen. Ezt mondtam, hogy mire fölmászok, eltűnik a portál. Köszönöm szépen. Ez játék full tele van szemétségekkel. Ez már nagyon szopatás. Oda, azt nem tudom, oda hogy kell fölmenni, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy oda hogy kell fölmenni. Szívesen megnézném, de nincs arra időm, hogy itt nyugodtan nézelődjek. Ott van páncél, hát ezt köszönöm szépen játék, hogy ott van páncél. Csak... jó, ez az. Hű, jó. Nyertünk egy kis időt. Aj, de ki vannak centízve ezek az ugrások. Aha, igen. Hogyha nem tudsz rendesen felgyorsítani... Nem tudom mi volt. Igen, és akkor innen most... Azt a mindenit! És most? Nem tudom, hogy oda... Meg oda hogy lehet átjutni. Fogalmam sincs. Aha, aztán megvan.
Igen. Szerintem itt megnéztünk mindent, ugye? Akkor innen... Aha, itt már jártunk. Jó. Itt már jártunk. Azért mozgok ide-oda, hogy legyen sebesség. Hogyha ugrani kell... Egy kulcs megvan. Fingom sincs, hogy hol a többi. Az a 40 muni az azért segíteni fog. Aha. Ezt kell valahogy itt kinyitni, gondolom. Ja, neki egy lövés kell. Ezt ugyanúgy néznek ki. Az a halhatatlanság ott fenn, ideiglenes halhatatlanság, vagy sebezhetetlenség pontosabban. Igen, a páncélom mindjárt elfogy. Jó, itt már jártunk. Á, erre kell, jó, megvan, merre kell tovább menni. Oké. Hogy is mentünk ide föl? Tudja a franc mi? Már ide voltam én itt már fönn egyáltalán? Nem, ugye? Aha, ez már mindig nincs nyitva. Nem tudom, ezt hogy lehet kinyitni. Ebben miért kellett... három lövés? Miközben korábban csak egy kellett ezeknek. Nem tudom, ide hogy lehet feljutni, fogalmam sincs. Ezt nem tudom, hogy kell kinyitni. Igen, ez így nekem nagyon nem tetszik, hogy rohanni kell egy őrült módjára. Várjál! Igen, mentek egyet, mert megszereztük az egyik kulcsot. Úgyhogy most már kicsit jobban állunk. Ez fölvitt ide, és ez pedig... Hát ez... Ja... Ezzel nem vagyunk előrébb. Hát ide át tudunk menni, de én a másik oldalra szerettem volna átjutni. De talán... Talán, hogyha így körbe megyek. Ezek a nagy dagadtak elvileg nem spawnolnak vissza. Hogyha én erre megyek... Itt volt a kulcs. Igen. Á, ez itt a gond. Ott van valami, csak... Én lemegyek. Följövünk ide. Á, innen nem tudok átugrani. Az ott esélytelen. Aha, ott van egy teleport. Ott. És nem tudom, hogy lehet oda feljutni. Hát ez túl nagy távolság, ez esélytelen. Jó, akkor egyelőre menjünk tovább, én azt mondom. Egyelőre. Nem gondoltam volna, hogy valaha ennyire fogok örülni a dínóknak. De most örülök nekik. Ők legalább nem lövöldöznek. Csak harapnak. Bum. Aha. Alatt. Hű, elfogyott a páncélom.
ez elég nagy baj. Jó sokan vagytok itt, hello! Nagyon sokan vagytok itt. Mármint a dínóknak mondom. Anyád! Végén át kell vár csak könnyű fokozatba, könnyű nehézségi fokozatra, hát ez... Ez durva. Ja. Ez mi volt? Már megint! Azokat utálom a legjobban. Mondom, extrém OP támadásuk van. Itt lett volna még egy hátizsák, ha eddig nem vettem volna fel, oké. Okay. Jézusom. Mi ez? Remek, remek. Igen. Nagyon szép ez a kép. Amúgy nem. Oh. Jó, itt jaj! Jó, nem gond, nem gond. My God. De jó! Az összes vissza spónol! Eddig nem úgy volt, hogy csak egy-kettő, tehát hogy így... Isten. Hogy mondtad? Minden HP rendkívül kritikussá vált. Még a kis kettő HP gyógyító kis szürke, izé... gyógyszerek is. Persze, azért még belém küldött egyet. Aha. Soti mag... A jó, akkor autósoti. Ja. Mekkora végtelenül szemét volt már ez is? Tekrüsztünk. Egy páncél? Ezért? Jó, kösz. Reméltem, hogy itt lesz az egyik kulcs. Sajnos nem.
most kicsit kevesebbet fogok beszélni, mert próbálok koncentrálni, mert ez a játék nem könnyű. Nem mondta senki, hogy az lesz, de hogy nem számítottam rá, hogy már a harmadik pálya ilyen durva lesz. Aha. Ennyi? Hát én azt hittem, hogy reméltem, hogy itt lesz a második kulcs, de... megint csalódnom kellett. Nincs. Igen. Ah, ilyen kapcsolókat kell még keressek? Milyen isten volt ez? Honnan jött? Nem tudom, honnan jött ez a pofon. Fogalmam sincs. Azokat is le kell még engedni? Vagy mi? Inkább vagy mi? Ó! Ja, hogy... aha! Hogy ott lent... lett egy... na, itt már voltunk. De itt nincs ilyen... lenyomható... lenyomó... nincs. Csak a másiknál volt. Nem tudom, nekem gyanús, hogy itt nincsen kulcs. Vagy nem találtam meg, vagy... ich weiß nicht. Ciao. Ja. Explosív, annak mondjuk örülünk, az egy jó dolog. Hát ha... vagy mi? Hú, hallod, én itt el fogok tévedni. Én már kezdem elveszíteni a fonalat, hogy most hol vagyok, meg most mi történik. Ojaj. Én lassan elveszítem itt a fonalat. Kezd egyre komplexebb lenni a pályavezetés. Pálya design. Túl sok fele lehet menni. Ciao. Olé. Jó, megölték a kicsik ezt a nagyot, de jó! Nézd oda! Óóó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 
És nekem miért volt jó ez a hely, ahol most voltunk? Azon kívül, hogy vesztettem páncélt, meg némi lőszart. Ezzel én mit nyertem? Azon kívül, hogy semmit, csak vesztettem. Az autósoti. Jó, ez már megvan. Hey!
Ultraleben! Ultra élet. És az mi a... Búbánat. Kicsit, mintha lenyugodtak volna itt a kedélyek. Mintha... Remélem nem kiabáltam el. Ide vissza lehet jönni, az mondjuk nem rossz. De még mindig bántja a csőröm, hogy mindössze csak kettő, egy darab kulcsot találtam meg. Még mindig csak egynél vagyunk. Egy kis HP. Kontrollpunkt. Van egy teleport. És ez... Hogy mi? Ez explozív ammo, ez nagyon-nagyon jó amúgy. Itt van még egy kulcs, itt van még egy kulcs, csak attól félek, hogy ez a harmadik és nem a második. De persze ez majd kiderül. Level 5. Kérdés az, hogy ez... Mein Gott! Nyolc élet? Ez jó hangzik. De meg tudjuk nézni. Ó, elvileg ez a második volt, hogyha minden igaz. Akkor jók vagyunk így, ugye? Tehát nem hagytam el a másodikat. Elvileg. Csak a izét. Igen. Azt ott. De gondoltam. Én most sejtem, hogy hol hagytam el. Csak nem tudom, hogy hogy lehet oda menni. Az még a pálya első szekciójában volt. Ahol volt az a sok magas fal, és mondtam, hogy nem tudom, hogy lehet oda felmenni. 33 rüstünk, ez jó.
Az ottan... Ja, utolsóti talán, az ott van egy fegyver. Mein Gott! Ja. Aha. Ó, meg is halt. Aha. Nein! Ciao, ez lepottyant! Ide csak át kell ugranom, ugye? Gondolom én. És ez... Hülye vagy! Ez ide... Igen, ezt mondtam az előbb, hogy nem tudom, hogy lehet oda feljutni. De lehet, hogy ez... Lehet, hogy ez mindjárt megoldódik. Most jutunk... Ezt láttam... onnan? Vagy onnan? Igen, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Így akkor rendben vagyunk. Boah! Scheiße. Mi? Jó, most vagyunk jó helyen. Elvileg... Igen, ez... Igen, aha, ezt ki kell nyissuk valahogy. Átá! Remek, ezek nem olyan erősek. Ciao. Aha. Ez már kellett, mint egy falat kenyér. És szerintem ezen most kinyitottuk azt, amit... Ezt itt, ugye? Hey! Ez időzáras. Na még ez is. Nincs itt semmi más. Vas? Tudjátok, hogy mire emlékeztet ez a pálya rész itt? Engem a Sirius Sam 2-re. Ott voltak kicsit ilyen hasonló
pályadizájnok, ilyen nagy nyílt füves terület. Jó, mondjuk az volt a Second Encounter-ben is mondjuk. Azt hiszem First Encounter-ben volt egy nagyon hasonló rész, ugye? Ilyen hosszú, a folyosó. Folyosó, hát, ja. Kontrollpunkt. Igen, ebben a játékban azért úgy bele kell rázódni, mondhatni. Azért fel kell venni a tempóját, úgy értem, mert ez nem egy lassú FPS. Azért mozogni kell megállás nélkül. Hát igen, az nem fog még menni. De... az ott igen. Ezt nem tudom, miért nem tudom ezt felvenni? Olyan sok HP-m lenne már? Az kizárt! Van itt valami... érdekes... ennyi? 10 pénz, az kész? Jó. Igen, valahogy fel lehet oda jutni, csak még nem tudom, hogy hogy. Mászófalat nem látok. A sotilő szart, igen. Jaj, de jó. Ciao. Nézd meg, a rohadék is... ah. És az nekem itt miért jó? Jaj, de jó! Isten. HP-t nem tudok felvenni, mondjuk az abban a szempontból jó jel, hogy akkor az valószínűleg akkor ki van maxolva. Remek. Yes, Maria. Sokan vannak. Aha, van egy nagy gyógyszer. És most hol vagyok? De csak egy nagy gyógyszerért lehet oda lemenni? Hát ez annyira szerintem nem éri meg. Itt vagyok a pálya elején. Aha. Okay. Ne lövöldözzél itt, hülye gyerek! Okay. Jó,
Kösz. De szemét! Ez megint egy genisztelen enemy placement volt. Tehát ezeket már meg se kell említsem az unfair enemy placementeket, mert ugye mondtam, hogy 90-es évek erről szólt. Ez akkor mondhatni mindennapos és természetesnek számított. Oké. Rosszat használok. Már rossz fegyvert. Elpazaroltam a... Milyen neve... Ez most mit csinál? Á! Ide át tudok menni, vagy lenyomjam ezt. Ami felhoz ide még egy platformot, igen. Mert erről át tudunk ugrani ide, hogy lenyomjam ezt. Aha, jön egy kis ugra-bugra. Az nem gond, csak lentiek hagyjanak békén. Aha, ezt úgy hogy? Jó. Oh my god. Aha. Igen. Ezt át tudom ugrani? A játék szerint ezt át tudom ugrani. Hú, itt az ugrások nagyon ki vannak centizve. Köszönöm játék, köszönöm. Ez... nagyon aranyos, igen. Ezt ki lehet kerülni? Igen. Ja, persze, az maximum van. Ott van még egy. Ez az OP-s köcsög volt. Aha. Oh, rüsztünk. Jobb, mint a HP. Ó, oh, hello! Ha! Sön! Ez nem tudom, mit csinál. Nem tudom, ezzel mit csináltam. Ó, ezeket... Ó, jaj. Azt hittem, itt lesz a harmadik kulcs. Ó, oh, god. Ó, oh, my god. Aha. Csak oda kell figyelni. Aha.
Mi van akkor, ha én ezekre azt mondom, hogy fuck you, és nem szedem össze? Nem túlzás ez egy kicsit? Csak azt nem mondta, hogy oda le kell menni az egyik oldalon a kulcsért. Márpedig nekem az a félelmem. Látod, ott a portál, az a pálya vége. Reméltem, hogy itt van a kulcs. De nem. Aha. Ez a pálya vége lesz. És ez gond. Mert nincs meg még a harmadik kulcs. Hallod? Mondtam, hogy mennyire szemét ez a játék. És még ide is! Még ide is spónolja az ellenfeleket, hát beszarok. Elvesztettem egy életet. Ez annyira egy végtelenül gerinctelen undorító hányás rész, ezt el nem tudom mondani. És ez még csak a harmadik pálya, hallod? El nem tudom képzelni, hogy mi lesz a későbbiekben, nem biztos, hogy lesz későbbi. Mennyire szemét módon rakták azt le oda? Ez undorító volt. Na, respawnolnak most a... És ez, hogy kéne oda? Nem normálisak. Egyszerűen nem normálisak. Ott van egy mászófal, nézd csak, ott!
Jó, hát ez itt tök jó. Ez itt tök jó. Ott van egy mászófal. Hát nem itt volt a kulcs. Jó. Újra lehet aktiválni. Másik oldalon nem volt mászófal, ugye? Ezt nem is figyeltem, látod? Itt nem volt mászófal, igen. Az a baj, hogy a harmadik kulcs még nincs meg. Tehát itt is végig kell menjünk. Kicsit produkálta magát a csávó. Csávó. Még ha meg is lesz a harmadik kulcs, nem tudom, hogy hol van a szepter darab. Annak a elekének a darabja. Azt sem találtuk meg, az a baj. Kösz! Kösz! De, megtaláltuk a darabot! Ez tök szipi-szupi, csak nem tudom, hogy hol a harmadik kulcs. Látta valaki a harmadik kulcsot? Ez most nagyon nagy baj. Nincs meg a harmadik kulcs. Nincs meg a harmadik kulcs. Nem tudom, hogy hol a harmadik kulcs, nem tudom, hogy hol hagytuk el. Szerintem valahol a pálya középső szakaszában lehetett. Most hiába megyek ki. Nincs meg a kulcs. Lehet, hogy jobb lenne most átnézni. A pályát, nem? Mert ha ugye visszajövök és újrakezdem, a hábvilágban visszajövök és újrakezdem, akkor az összes ellenfél megint ott lesz. De így a visszaszpónolás az ugye nem minden ellenfélnél van. Ha jól tapasztaltam. Úgyhogy... hát sajnos, nem sajnos, vissza kell menjünk. Menj is meg a harmadik kulcs. És... ami még jobb, hogy ötletem sincs, hogy hol van. De... elmentem a játékot minden esetre, mert megvan az erekje darab. Kérdés, hogy a kulcs hol van? Jaj, ne! Ezeken végig kéne megint... Ne! Ez hogy került ide? Elég kevés lőszer maradt a
gépfegyóban. Volt ez, itt jött, itt átjöttünk. Itt is voltunk már, nem? Autósoti. Ott még nem jártam, ott! Vagy visszaszponolt az a dög. Nem tudom, hogy melyik. Pedig azok a nagy zöldek nem szoktak, ugye? Azok nem szoktak visszaszponolni. Akkor... Az igen! Titkos hely, hát akkor nem itt lesz a kulcs. Persze. Nem itt lesz a kulcs. Ja, hogy ez felhoz ide! Akkor le lehet rövidíteni az egész ugrabugrát. Mármint ezt az ugrabugrát. Még ez nem olyan rossz. Ezt annyira nem bánom. Jó, mentsünk még egyet. Ez tök szép meg jó, csak ez nem a... Ez nem a kulcs volt. Az a baj, hogy... Nem tudom, hogy... Hol nem jártunk még. Gigantikus nagy az a pálya. Ott csak élet van fönn, meg pénz. Igen, itt nem tudtam, hogy hogy lehet felmenni. Gyönyörű. Ott nem volt lenne semmi. Itt már felvettünk mindent, ott voltunk most. És... Aha, jó. Akkor még visszább kell menjünk. Még visszább kell menni.
Nem itt volt a... Valahol itt volt a második, azt tudom. Történik semmi. Autósati. Én már nem tudom, hogy ez... Na, jöttünk. Ha. Tudom, voltunk itt, tudom, hogy voltunk itt. És meg kell néznem, hogy ez hova megy. Én már nem emlékszem. Nagyon komplex ez a pálya. Itt is van egy kontrollpunkt. Lenn nem volt azt hiszem semmi. Későn vettem észre. Igen, itt volt az egyik kulcs. Ez megvan, ezt felszedtük. Igen. Ez volt azt hiszem talán az első. Ez volt az első. Lementünk. Itt volt ez. És ez visz. Ez hoz ide. Ez hoz ide. Akkor ezen a részen is kell lenni elvileg egy kulcsnak, ugye? Rosszul gondolom? De ez a részen szedtük, ott szedtük fel a másikat, ugye? Ah, itt volt az a hányás rész, igen. A térkép az mutatja vajon? Szerintem nem. Mondjuk ezeket itt hagytam. Van még egy mentés. Thank you.
Nem tudom, hol az utolsó kulcs. Sajnos nem tudom. Igen, ott tudtunk oda átmenni, ezt... És itt volt azt hiszem a második kulcs, ugye? Ott. Igen. Itt volt a második. Ezt már megcsináltam korábban. Jöcsödi be, ledobott ide! Remek, remek, remek. Na, már végül is mindegy. Ezen a szakaszon vettünk föl kulcsot. Hol maradhatott ki? Kontrollpunkt, és az itt a pálya eleje, ugye? Asszem. Ez a pálya eleje? Inkább ez. Mi is volt itt? Nem emlékszem. És ezen a részen nincs kulcs. És nem láttatok itt sehol kulcsot, ugye? Az nem az, az ott élet, az nem kulcs. Igen, ez a pálya eleje, így van, ez a pálya eleje. Akkor itt a legelején nincs kulcs. Tehát akkor nem az elején hagytam el. Az a baj... Fogalmam sincs, hogy hol hagytam el. Itt akkor nincs. Anyád. Az ott fönn a... Hmm.
Ja, aha, azt láttam lentről, jó. Most a lenti részen sincs. Ott volt, azt felszedtük, ami ott volt. Jó, ez, akkor ez a pálya rész, ez megvan. Kell lenni egy olyan pálya résznek, ahol még nem jártunk. Csak nem tudom, hogy ez hol van. Itt vettük fel a... Helye, csak... Nem megyek be. Itt mi is volt? Itt egy mentési lehetőség. És ez... ide felvisz. Igen, itt tudtuk, itt tudtuk megszerezni azt a kulcsot, igen. Ez eddig stimmel. És ez visz fel a másik, igen, a másik oldalra, de ugye erre itt... az hátizsák. Ez visz át a harmadik pálya részre. És ott nem találtam kulcsot, ugye? A harmadik pálya részen. Mert ott... Várjál. Itt szedtük fel a másodikat, ugye? Nem biztos. Semmi. Ott fönn sincs, itt sincs. Ez megint egy másik pálya rész, de itt sem jár. Oké, ez kicsit furcsa volt. Hogy is lehet oda? Ja. Ez mondjuk nem árt, ha van. Ugye itt nincs. Így van, itt ugye csak egy hátizsák van, az kész vége. Ott sincs, azt is néztük már. Igen, sajnos itt sincs. És itt sincs. Csak egy gomb volt. Ezen a részen biztosan nincsen kulcs.
akkor ezek szerint. És ez pedig... Ez megy az utolsó... Igen, általában ilyen ellenőrző pontok választják el a pályarészeket. Azokat a pályarészeket, ahol van egy-egy kulcs, ugye? Ha jól sejtem. Itt vettük fel a... De hogyha ezt is felvettük, akkor nekünk nem erre kell jönni? Utána visszajöttünk ide. Kinyitjuk ezt itt jobb oldalon, és az megy az utolsó pálya részre, ugye? Igen. Itt nem találtam meg a kulcsot. Valahol ezen a részen kell lennie valahol szintén egy kulcsnak. Csak nem tudom, hogy hol. Ott nem volt semmi, ugye ott volt a... arra volt a izé darab, a lekje darab. Az Istent hagytam ki. De oda meg amúgy sincs értelme fel. Hát ott csak élet van fel, nem a kulcs. Ugye, úgyhogy oda nincs értelme felmenni. Tehát nem azon múlik. Ide berakta azt a kékizét. Igen, visszajutunk ide. De itt volt valami... Találtam valami trükköt, ahogy ki lehet hagyni ezt az ugrálósdit ott arra fel, ugye? Találtunk valami... Hol is van az? Erre sem emlékszem. Valahogy ki lehet hagyni azt az egészet. Még egyszer megnézem, de szerintem
Szerintem itt nem volt. Hát tudod, itt csak egy élet van. Jól emlékeztem, hogy... itt... Na, itt teleport. Ez visszahoz ide. Ó! Ó! Ezeket csak úgy itt hagytam. Itt volt fenn a Scepter darab, azt tudom. Igen, így jutunk ide föl, igen. Ezzel mi mindig nem vagyunk kisegítve. ...250 a maximális HP. Oké. Akkor ezek nem... ...nem aktiválódnak be még egyszer. Jó. Hát hallod? Én nem mondom őszintén... ...fingom sincs, hogy hol az utolsó kulcs. Nem tudom. Én azt hittem, hogy megnéztünk mindent. Fogalmam sincs, hogy hol lehet. Mert a két hely, amire gondoltam, ott nem volt. Ott sajnos nem volt. Rosszul mondtam, nem az előző helyen volt a Scepter darab, hanem ott arra, ugye a mászófalon fel kellett menni. De igazából az mindegy. Csak az a baj, hogyha én most kimegyek a pályáról, és egyszer vissza akarok jönni, megszerezni a maradék kulcsot, már pedig meg kell szerezni, akkor szerintem az összes ellenfél vissza fog spawnolni. Attól tartok. Ott fönn volt a Scepter darab. Viszont a kulcs nincs ott lenn. Ez az, amit nem értek. Fáj, ha... Nem. Azért. Sajnos... Fölöslegesen túrtam át az egész pályát? Én azt hittem, az a pálya kijárati portál, ahogy az első kettőnél volt a... ugye...
pálya végén lévő portál, azok mindig visszavittek a hub világba, de ez most nem. Ez most nem. Aha. Érzem, hogy van-e még valami vízben, HP. Ez itt az aréna harc lesz, ahogy látom. Még ez is. Jó, vannak explozív kontrollpont. Ja, jó. Jó. Egy kicsit inkonzisztensen működik a level design. Pálya design. Ketten vannak! Erről nem volt szó. Mindjárt meg vagyunk. Tehát itt kettő fázis már van. Igazi Benny Hill boss, ugye? De hát ez van, nem én találtam ki. Amúgy mindjárt elfogyunk lőszerügyileg. Van egy harmadik? Hát ez nagyon érdekes amúgy. Mist! Mist! Ez mit csinál? Mit csinálsz? Anyád. Anyád! Turok! GOG achievement! You called it a knife, defeat the long hunter. Fasz meg. Na ő itt Turok, ő a főszereplő. Fú, impulszgevér, új fegyver. Fasz meg. Azért kemény volt. Ez nagyon kemény volt. Három fázis. Egy
kicsit több muníciónak jobban örültem volna. És akkor ez a hetes fegyver. Ezt majd megnézzük, hogy mit tud. Aha, és ott van. Jó, akkor ezt a pályát kimaxoltuk. Fú, ez nehéz szülés volt amúgy. Nem számítottam bossra a végén. Jó, akkor nem én voltam itt most fogyatékos, hogy nem találtam a harmadik kulcsot a pályán. Ez egy kicsit átverés volt. Ja, onnan jöttünk eredetleg. Hogy ezek a nagy portálok a pálya végén mindig visszahoztak a hub világba, de most nem. Nem is számítottam arra, hogy ott még tovább megy a pálya, mert eddig nem úgy volt. Fú, te jó Isten. Jó. Jó van, sikerült a hármas pálya. Kimaxoltuk azt is. Na, úgyhogy a következő részben akkor folytatjuk a... ott voltunk most. Level 2. Level 7. Level 5. Katakombák, vagy pedig... Level 4. A romok. Ruinen. Na, még kettő portált beaktiváltunk akkor. Fű, a mindenit. Aha, mindegyiken három lesz, kívül a hetesen. Mármi kulcs. És akkor a... Aha. 6-oshoz és 7-eshez is kell 3-3 kulcs, és akkor a 8-ashoz egy darab fog kelleni. Gondolom én, vagy nem tudom, mert nekem egynek tűnik ez itt. Na jó, ha a szenvedésem ellenére tetszett a videó, akkor tartsam legközelebb, innen fogjuk folytatni. Hát egy életet elvesztettem, de talán... talán nem lesz olyan nagy gond. Egy picit megszivatott ez a pálya. Ez a pálya, ez az öreg város, nekem ez nem tetszett. Szerintem látszott is. Talán látszott rajtam. Igen, ez nekem nagyon-nagyon nem tetszett. Túl sok ellenfél volt, túl sok volt a nyitott terület. Ez elég komplex volt már, kicsit olyan, hát ugye, és főleg ez a végén, hogy a játékos megszivatták ezzel, hogy ugye a nagy kék portál, ugye, nem a hubhoz vissza, hanem vissza a harmadik kulcshoz és a bosshoz egyben. Na mindegy, hát... ma is tanultam valamit, de azért mindenképp megnézzük a negyedik pályát is, de semmiképp nem merem garantálni, hogy végigvisszük a játékot, mert feltételezem, hogy ennél csak nehezebb lesz, és ha eljutunk egy olyan pályára, ahol a hajamat fogom tépni, annyit nem ér egyik játék sem, úgyhogy na, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez nehezebb. Most kaptunk egy új fegyvert, impulszgevér, ugye impulse rifle angolul. Már csak azért is meg akarom nézni a negyedik pályát, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen ez az új fegyver. Jó, úgyhogy innen folytatjuk. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!